A legjobb pillanatok az improvizációban az, amikor így úgy történik, hogy nem történhet másként. Tehát igazából nem az, ha közben analizálom, hogy merre felé mozdulok, akkor vajon mi lesz belőle, akkor már elrontottam. Igen. Akkor már nem a történet történik meg velem, hanem én elkezdek gyártani egy történetet. Tényleg azért szoktam imádkozni, hogy az, ami ott akkor éppen megtörténhet, annak én adjak terepet, adjak lehetőséget. Hogyha az egy botlás, és abból a botlásból valami kibontakozik, akkor én annak adjak lehetőséget, mert attól lesz még pluszban az adott pillanatnak a varázsában élő az egész.